2024. március 2-a szombati nap van. Sajnos esik az eső, de ez a macska ügyifogyi hűséges. Nem hagyja el az ajtó környékét. Nem hagyja el, és még esőbe is itt várja a reggelit. Egyébként már kapott hajnal 4 órakor, mikor begyújtottam a kazánba, egy kis reggelit, de úgy látszik, megvárja a 8 órát, mert általában 8 órakor szokott reggelit kapni. Nagyon rossz idő van, esik az eső. Hát nem tudom, mi lesz. Várom, hogy hívjon a forgatásra. Hát ilyen esőbe kültéri forgatásra általában, ahol sétálni szoktam, nem hívnak. Nem tudok dolgozni, és pedig itt van a fa, amit fel kellene dolgoznom, fel kellene fűrészelnem. Ezt fel kellene fűrészelnem, de nem tudok dolgozni. Meg van még egy-két fa, amit kivágtam, magyarul ott haza kellene az ágakat húzni. Sajnos. Kaktuszok nehogy elrohadjanak a sok esőtől, akkor megint be kell vinnem, állandóan virágokat pakolom. Hát kellene már jó idő, napsütés, jó idő, meleg. Most is tüzelek. Meleg kellene. Fel kellene dolgozni ezeket a ágakat is, földarabolni. Millió-millió feladatom van, egyszerűen nem tudok dolgozni menni. Úgyhogy most reggel van, még a család alszik, unokák alszanak, én meg tervezek. Hát az idő az megoldja az én problémámat. Semmit nem kell csinálnom. Ez nem jó. Idáig két forgatási napom volt. Készülök az ünnepségre, március 16-án családi rendezvény lesz. Szűk rokonok vannak meghívva. Mit ünneplünk? Ünnepeljük az 500. forgatási napomat. Ünnepeljük, hogy még élünk. Ünnepeljük azt, hogy a YouTube-on 602 feliratkozón van, ünnepeljük a taliskák számát, ami 353. Mindent unokák már várják, mert minden 50. taliskánál torta van, és megünnepeljük. Gyümölcsfáim kezdenek kirügyezni, kivirágozni. Gólyák már megérkeztek.